A modern gáztüzelés alapja a kondenzációs készülék. De miről ismerszik meg egy jó, modern kondenzációs készülék? Egyik legfontosabb eleme természetesen maga a tüzelőberendezés, a hozzátartozó égéstermékelvezető rendszer, az azt kiegészítő hidraulikai elemek, amivel a fűtési rendszert szolgáljuk ki, és természetesen a karmester, a szabályzó elemek. Nézzük egyesével őket. A kondenzációs készülékeknek az égéstermék elvezetése egy sarkalatos pont, hiszen a készülék ventilátorral juttatja a szabadba az égéstermékeket, és ehhez nem hagyományos kéménycsatlakozást, hanem egy égéstermék elvezető rendszert kell alkalmazni, hogy itt is lehet látni speciális megoldással. A másik, ami a kondenzációs készülékeknek a telepítéséhez hozzátartozik, az a kondenzvíz elvezetés, hiszen ezek a készülékek óránként több liter kondenzvizet is képesek magukból elengedni, amit nem lehet egyszerűen vödörbe felfogni, hanem szükséges csatornába bekötni. Ahhoz, hogy a kondenzációs készülék megfelelően tudjon a fűtési rendszerre dolgozni, szükség van szivattyúkra, keverőcsapokra, úgynevezett hidraulikus elemekre, amik eljutatják a hőmennyiséget az adott felhasználási helyre, a radiátorokhoz, vagy a padlófűtéshez, vagy az egyéb sugárzó fűtésekhez. Mindezeknek a szerves egységét és a rendszerbe foglalását a szabályzó egységek garantálják. Ezek a villamos berendezések szavatolják, hogy a készülékek a lehető legjobb hatásfokkal tudjanak a fűtési rendszer irányába dolgozni, hiszen a paraméterek ezekben az egységekben vannak, mint például a parancsolt helységhőmérséklet meghatározva. A készülék jóságát vagy minőségét a benne felhasznált anyagok és a benne felhasznált technológia jellemzi. Egy modern kondenzációs készülék beltartalmában a nagy teljesítményű hőcserélőt, a fordulatszámszabályzott ventilátort és fűtési keringetőszivattyút, a hozzátartozó gázoldalt, működtetni tudó motoros gázszelepet egyaránt megtaláljuk, mint a hozzátartozó elektronikai elemeket. Átjárható, tiszta, világos, ez a megbízhatóságnak az alappillére, ez a Weishaupt készülékek tulajdonságai.